Etnopolis megnyitotta kapuját, elkezdődött a 17. Inter-Etno Fesztivál itt Szabadkán, és amint látszik a háttérben, már most telt házas az első nap. Az első napon a táncpanorámában a házigazda, lépkör és a Kecskemét táncegyüttes lépett színpadra. A hangulat pedig magáért beszélt, hiszen a pergő szoknyák, kopogó csizmák, ütemes mozdulatok, ismerősen csengő muzsika mindig a közönség szívének kedves. A ma este folyamán több mint 70 táncos fog színpadra állni, és ezzel a műsorral szeretnénk megmutatni a közönségnek, hogy a két táncegyüttes már régóta jó kapcsolatot ápol, és ez a színpadon is nagyon jó meg fog mutatkozni, hiszen élő zenekarral, nagy tánckarral fog mind a két táncegyüttes színpadra lépni. A szabadkaiak és a kecskemétiek között már régóta tart a barátság. Az anyaországiak mindig örömmel jönnek, nem csak az Inter-Etnóra. 2010-ben jártunk itt először ezen az Inter-Etno Fesztiválon, mondhatom, hogy onnantól indult a jó barátság és a kapcsolat. Azóta már járt a Róna Táncegyüttes Kecskeméten tavaszi fesztiválos nagyműsort adni. Ez idén is, ha minden összejön, ebben a tanévben is ugyanígy lesz. Ezen kívül felkértek mi kettőnket, hogy járjunk át tanítani nekik, vagy Deszent Iványi koreográfiát szeretnének majd bemutatni, és minket ért a megtiszteltetés, hogy jöhetünk ide hozzájuk. Tehát szorosabb, személyesebb baráti kapcsolatok is alakultak már köztünk. Ma este tartják a fesztivál hivatalos megnyitóját a Városháza melletti nagy színpadon, később a népkörben várják az érdeklődőket. Vasárnapig napközben 10 órától nyit Etnopolis a belvárosban, ahol kézműves kirakodó vásárral, étel és ital különlegességekkel, valamint számtalan más érdekességekkel várják a látogatókat.